Egyszer, május 14-e van, 20 óra 1 perc, és mi minden pénteken a mai este is egy olyan 40 perci infót szeretnék tartani. Első 10-20 perc a új információk, és akkor, hogy ne tartsuk fel a régi befektetőket, aki már lehet, hogy százszor hallotta a prezentációt, a többit akkor a újaknak. De bárki maradhat végig, úgyhogy, mert mindig szokott valami még eszembe jutni végefele is, úgyhogy ha van 40 perc időtök mai esten, akkor meg tudjátok hallgatni egész végig. Megnézzük, hogy szuper megy. Oké. Tudjuk, hogy a cég alapítója Anatoly Eduardovics Junicki most nemrég tartott egy rövid videót, és elmondta, hogy miket csináltak, mik a tervek, és erről van információ, majd későbbiekben elmondom. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen ember alapította ezt a céget, mert egy nagyon komoly, nagyon hosszú távú, előre gondolatú ember, aki Belorussziából származik, és most több mint 1000 ember a cégbe, akivel együtt működik, együtt dolgozik, meg majdnem 400 000 befektető a világon, aki támogassa ezt a projektet. Milyen projektről van szó? A Skyway Hur technológia a jövő meg a jelen szállítási rendszere. Minden olyan projektet, amit Sárgyába építenek, az már vevőknek van kiépítve, és ezt mondta a Szuhodej most az utolsó konferencián, úgyhogy az a 400 méter, meg az a 2,5 kilométer, amit felépítettek, az is el lesz adva, és én örülök ennek, mert a Skyway-nak most szüksége van több pénzre, és mind nekünk is, és örülök, hogy ezeket az első projekteket is célprojektre válik. Azért említette a Junicki is többször már, hogy ezek nem csak próba, mint például itt a képen, amit láttunk, Marina Gorkába, hanem próba, ahol kipróbálják, certifikációt készítenek, bizonylatokat, és utána már mondták, hogy ez a 400 méter is, már itt is lesz egy pár állomás, olyan, mint a villamos állomás, és itt is már működik az egész a utasszállítás, ugye? A 2021-es év, tudjuk, hogy a 2020-as milyen volt, olyan február-márciusig lehetett dolgozni, már áprilisban rengeteg ország lezárta a határait, nagyon nehezen lehetett utazni, nem lehetett tartani. Én tudom, hogy Szlovéniában szerettünk volna egy 20 emberre, azt mondták utána csak 10 emberre. Akkor megszerveztük 10 emberre találkozott, akkor azt mondták 6 emberre. Hát mondom, akkor mi elmegyünk innen 2-3-an, akkor 2-3 emberre Szlovéniába igazán nem érdemes elmenni. Úgyhogy most a Szuhodej beszélt sok cégről, amik Amerikába is tönkre mentek, csődbe mentek a tavalyi év miatt. Nekünk szerencsénk van kettő. Egy az, hogy a cég tavaly nem ment ki a tőzsdére, mert ha kiment volna, akkor nekünk is az egész projekt nagyon-nagyon nehezen működött volna tovább. Úgyhogy mindig megvan az oka, mikor valamit el akarunk érni, vagy tervezünk, és nem lett az. Én mindig úgy gondolkodok, hogy biztos, hogy valami miatt, most nem tudom, valami baj lett, nem tudtam elindulni időbe. Lehet, hogy épp azért nem indultam el, hogy nehogy legyen valamilyen szerencsétlenség. És ezt legalább így pozitívan kell gondolni. A másik az, hogy a cég meg tudott maradni ilyen nehéz helyzetbe,
építkezett, azt mondta Junicki, hogy egy nap se nem maradt ki, hogy nem építkeztek Sárgyába, csak mikor munkaszüneti nap valamilyen ünnep volt, azokban a napokban nem építettek. Igaz, hogy nem építettek éjjel-nappal, de egy meg két műszakba ment az építkezés. Erről is még majd beszélek később a célprojektekről. Milyen opciónk van nekünk? Mi egy crowd investing opcióba kerültünk itt a Skyway-ba. Én tudom, hogy sokan vannak most az interneten is, akik, ez legalábbis nálunk, olyanok, akik legkisebb csomagot megvettek, nem mentek el soha egy előadásra, lehet, hogy egyet vagy egy ilyen konferenciát se hallottak meg, bent vannak a csoportban, és akkor ők a ugye, nagy okosok, féltik azt a 250 dollárt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a Junicki is, meg én is mindig meg kell köszönni, mert akár mekkora befektető. Nekem 15 dolláros befektetőm is van, meg 250-es is. Mindenki annyit adott, amennyit tudott. Végül is az én befektetésem is 300 dollár volt az első. Nem is gondolkodtam komolyabban. Na most egyik ember elmegy, kéri információt, érdeklődik, meglássa, hogy ez igazán milyen szuper valami, a másik meg csinálja a saját munkáját, és nem törődik többet. Ugye? Úgyhogy vannak olyanok, akik érdeklődnek, akik figyelik, engem is sokan hívnak Magyarországról is, Macedónia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, naponta beszélek az emberekkel, és mindig megkérdezik újdonságot, ugye, jó, konferenciát értem, hogy nem tudja mindenki mindig ott lenni és meghallgatni, de mindig megkérdezik, mi újság van, mi történt, ugye, ezért igyekszünk a Facebook csoportba is, ugye, betenni minden új információt. Arra kell, azt akartam mondani, hogy vannak olyan emberek, akik érdeklődnek és értik, hogy mi van itt. Mi, aki 6.-7. fázisba léptünk be, örülünk, hogy itt van, most lépünk a utolsó 15. fázisba. Végül is egy befektetőnek nincs mit teendője, csak befektet egy összeget, és várja, hogy a cég teremtsen hozamot. Na most, ebbe a cégbe, a Skyway-ba, itten ez igazán több százmillió dolláros projekt, nem olyan, hogy most egy találmány, egy ismerősünk kitalált valamit, és megyünk befektetni, és elindítsuk 2-3 hónap alatt. Itten rengeteg munka volt, azért is van 15 fázisba elosztva az egész, és örülünk, hogy idáig indult. Ez már több mint 95%, amit a cég megcsinált. Nálunk a Skyway Community működteti ezt a befektetést, és mi a Junicki központi, Junicki String Technology központi cég koordinálja ezt az egészet, meg a technológiát, a GTI, meg az a hogy mondják, az a, igazából ő a központi cég, a Junicki String Technológia, meg aki irányítsa ezt a cégcsoportot. A holdingba mennek a pénzek, és a holdingon keresztül is megy majd ki a cég tőzsdére. Mi úgy számítottuk már elejétől kezdve, és ezt a cég mindig meg is erősíti, hogy ha kimegy a tőzsdére, akkor egy részvény egy dollár lesz. És mi úgy fektettünk be, hogy kötünk egy szerződést, egy kölcsönszerződést, ha esetleg meggondolnánk magunkat, 3 év múlva vissza tudjuk kérni ezt, valamennyi kamattal, 4%-kal, de ha nem, akkor nekünk ezek hányadi részek, ezek részvényre válnak, és sokszor mi most is mondjuk, hogy ezek részvények, ugye, és mi a tőzsdén, ahogy kimegy a cég a tőzsdére, 6 hónap után mi már el tudjuk adni a tőzsdén az egészet, vagy egy részét, ezt mi döntjük el, ugye, hogy
mikor és mennyit. A 15. fázist azt most júliusra tervezik. Azt mondta Junicki, hogy ez 2 évig tart körülbelül, de azt is kell tudni, hogy ez a 15. fázis, ez nem csak pénzügyi, hanem itten a gyors pályát fel kell építeni, például arra kell 200 millió dollár, és van neki 2 lehetőség. Mostani nagy befektetők nem szívesen investálnak ilyen részvényekbe, hanem inkább célprojektekbe. Na most, ha úgy lesz eladva, mint célprojekt, akkor nem gond, ottan vannak személyek is, akik ezt ki tudják finanszírozni, meg nagy ilyen alapítványok, úgyhogy nekik ez egy kis pénz. A másik rész, meg ami lehetséges, hogy a cég akár még az idén is, vagy jövőre kimegy a tőzsdére, és tudjuk azt, hogy 6 hónapig a cég kereskedik, és a cég el tud adni annyi részvényt, hogy meglegyen ez a 200 millió. Utána, akkor már 6 hónap után nincs, és akkor be fogják fejezni előbb is a 15. fázist, mert azt ott nem engedheti meg a cég, hogy most nekünk adja, mit tudom én, 5 centér egy részvényt, és akkor mi megvegyünk, és a tőzsdé megeladnánk 1 dollárért. Ugye? Úgyhogy ez a 2 lehetőség van. Vagy sikerül találni nekik nagy befektetők, mint célprojekt, vagy kimennek a tőzsdére, és ottan eladják a 200 millió értékű részvényeket. Úgyhogy meglátjuk, mit hoz. Ez az idén ki fog derülni, itt van már május, közepe van, valamelyik nap szilvesztereztünk, nagyon gyorsan múlik legalább nekem is az idő. Mi van itten? A Skyway Global Token, ezt már mondtuk, hogy segédprogramként használják, ezt is el akarják indítani, ugye, most júliusra. A európai piac és a MENA régió tervezik. A MENA régió, ez itten Marokko, Algéria, Líbia, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Irák, Irán, Níger, még ezek afrikai országok is, természetesen Emirátus, ott van a Katar, Omannal is van, én is már egy hölgyel beszéltem, vannak neki jó ismerései Omanba. Úgyhogy még úgy is azt is beszéltük, hogy tavaly, ha megyünk hajóutazással, akkor odahívja a kormányból az embereket, hogy letárgyaljuk. Úgyhogy van érdeklődés, megkapták a anyagot, amit küldtem nekik Ománba, és nagyon-nagyon tetszett nekik. Csak egyszerűen nem mentünk utána, ugye? Na, a Skyway-nak már 36 épülete van az egész világon, ez is már egy vagyon, és Emirátusokban ezt mondtuk, a 400 méteres, és most májusban készen kell, hogy legyen ez a 2,5 kilométeres pálya, amit építenek, még csak nagyon kevés munka van ottan. Ami még van, a Sárgyában most építik a 4. nehéz pályát, ahova megy a Unicont. Úgyhogy ezt is már készítik. Ezt mondtuk, az IPO. Igen, ezt, amit a Junicki mondott, ugye, hogy IPO-ra van szükség, hogy plusz pénzhez jussanak, de másképpen, hogy megszerezhessük, amit mondtam, hogy ez most olvasom a Junicki szavait, ugye? A második ez, hogy mint célprojekt, akár tokennal, vagy akár szerződéssel kifinanszírozza valaki ezt a 200 millió dollárt, ami Abu Dhabiból indul Dubai fele, olyan 20 perc utazás lesz, 450 km sebességgel, és erre a építkezésre és a tesztelésre 2 évet számít a Junicki. A
és itt legfontosabb lesz a biztonság, hogy megkapja a bizonyítékot, hogy ezek biztosak, és igazán lehet ilyen nagy sebességgel utazni, mert ezt tett, őszintén bevallom, ezt tett mindannyiunk gondolkodunk, hogy fog ez menni. Bár a Junicki azt mondja, hogy ez a gyors Unibusz, ez 600 kilométerre van tervezve, annyival tud menni, lehet, hogy majd egyszer le is tesztelik. Eleinte tesztelik kisebb sebességre, utána 350-et kérik, akkor 400 és 450 kilométerre kérik a sebességet, mégis biztonság kedvéért. Az a 120 kilométer, azt mondták, hogy olyan 20 perc Abu Dhabi-Dubai lesz majd. Ami nagyon fontos, amit a Junicki is ide mutat, hogy 5 év múlva a CÉP csoportunk tőkéje legalább 500 milliárd dollár lesz, és 10 év múlva megduplázza 1 milliárd dollárra. Ha ez megtörténik, akkor lehet arra számítani, hogy több 10 dollár is lesz a részvény. Azok, akik fiatalak, jó hallgassátok, mert 5-10 év múlva igazán egy nagyon nagy vagyon lehet. Akár ha valakinek csak 100 000 részvénye van, de tudom, hogy soknak, aki Magyarországon indult, van több millió részvénye, és ezt tudjuk, hogy ha már 1 dollár is lesz, akkor is ez egy nagyon-nagyon nagy biztonságot nyújt nekünk, de ha több 10 dollár, akkor ez óriási lehet. A kuponok érvényesek még körülbelül 2 órát, itt egy órája fényképeztem, maradt még 3 óra. Ha valaki még ki szeretné használni, a Top Expert Skype csoportba beírták, hogy nem lesz meghosszabbítva. Úgyhogy azért, mert feltették tegnap a kártya befizetést, és most mindenki kártyával is ki tudja fizetni. Úgyhogy 11 óráig, igen, mert Moszkva szerint éjfél, akkor nálunk 11 óra, akkor megszűnik ez a dupla részvény. Bent van a merch, ez a legegyszerűbb processzor, amivel én találkoztam. Igaz, hogy 4%-ot fog, de 1 perc alatt befizettem tegnap, és kiírtuk a Facebook csoportba, most már 5-6-an írták, hogy nagyon jól működik, nekem is jelentették, úgyhogy most a kártya befizetés az rendbe hozták. 10 dollártól 3000-ig egy utalás, hát szerintem kevés kártya is tudja a 3000 dollárt, azt hiszem, hogy ilyen 1100-1150, 1000 eurós ugye a legtöbb kártyának a napi limitje, vagy egyszeri limitje, jó, aki fel tudja emelni, de leginkább kisebb összegeket, 50-100-200 dollárokat fizetünk kártyával. A kupont azt ki lehet használni 1000 dollár vagy feletti, azt ne felejtsétek, és ma 23 óráig. Megnézem csak, hogy mennek-e a prezik, oké. Okay. A csomagot, amit ki lehet választani, azt még ma meg tudjátok látni, ez a dupla, ugye? Vannak ilyen 1,5-szer, akinek van esetleg ilyen kuponja, azok kaptak még kupont, azok még érvényesek lesznek egy pár napig, 1,5-szer, akinek az első vonalban valaki vásárolt, az kapott még plusz olyan kupont. Itt vannak a nagy prémium csomagok, a 25 000-től 150 000 dollárig, ha esetleg tudtok ilyen befektetőket, ezek is duplán megkapják. Szóval egy 100 000 dolláros kap 10 800 000-et, és lebiztosította az unokáit, meg a gyerekeit, meg saját magát. A következő a részletfizetés, ami 25 dollártól van 5000-ig, már a 100 dollártól megkapjuk a dupla kupont, 100 meg a 200,
És akkor vannak a bónusz csomagok, ez csak a bónusz számláról lehet, nem lehet hozzáadni a főszámláról. És vannak a csomagok, ami egyszeri befizetéssel 150 ezertől egész 2000-ig, és akkor a legkisebbek, ami egyszeri 50 dollár, ami 18 diszkonttal, 18-szor, ugye, 900 tulajdoni hányadot kap, és 1000 dollárig. Szerettem volna valamit mondani. Amikor bemegyünk a befektetőknél, és itten mindjárt, ahol vannak a kifizetett részvényeink, ide, ha rákattintunk a bizonylataimra, akkor a rendszer kiküldi egy PDF dokumentumba, hogy mennyi részvényünk lett bejegyezve a cégbe, és ha egy hónap belül most vettünk, azt nem mutassa ki. Mert minden kifizetett csomag körülbelül egy, néha több is van, amikor másfél, amikor 2 hónap múlva, akkor beírják ide. Ez a leghivatalosabb dokumentum, ezt mindenki szerezze meg, a beregisztrált e-mailre automatikusan kiküldi. Ezt a PDF-et akár ki tudjuk nyomtatni, vagy leszedjük egy pendrive-ra. Ez a bizonylaték. Ha a weboldal is eltűnne, nekünk megvan, hogy mennyi részvényünk lesz. A másik, itten a részvényeknél, a certifikátoknál meg lehet látni, ha ide kattintunk, vagy kinyomtassuk a bizonylatot. Ha szeretnénk volna megrendelni, akkor ide rákattintunk, és kérje a rendszer, hogy írjuk be a nevünket, címünket, és fizessünk be 10 dollárt egy certifikátért. Ha ahogy kifizessük a certifikátot, akkor itt az alsó részben meg lehet látni, hogy itten le lehet szedni is, ez a kis felhőcske, vagy meglátni azt a certifikátot. Ezt is PDF-be, ahogy kifizessük, mindjárt le tudjuk menteni. És itten a felső felhőcskék, itt van minden szerződés. Minden, itt 3 részvény csomag volt, ezek valami bónuszok voltak, meg ajándékok, azért van 3 különböző szerződés. Ha valaki esetleg gondolja szerződést is, főleg ha nincs neki sok, egy pár darab, akkor szedjétek le a szerződést is, amit aláírtatok, és meg legyen ez is eltárolva. Így néz ki ugye a certifikát, ha kifizessük a 10 dollárt, ők kiküldik postán, ott is vártok 1-2 hónapon belül, jön 30 és 60, 50-60 napon belül, kiküldik, azt hiszem, hogy 2 hetente küldik, ami összejön 2 hétig, akkor fogják aznap és kiküldik eredeti certifikátot. Én egyet rendeltem magamnak, de lehet, hogy majd megrendelem a többit is, gondolkodok most róla. Vettem régen sok ilyen kisebb csomagokat is, van egy halom, majdnem mint azok a vietnámiak, tudnám mutatni, és ők mindenki megrendeli, ott nincs, hogy valaki ne rendelje meg. Kicsit a biztonságról. A biztonsági beállításra, mikor bemegyünk, itt ki tudjátok választani, ha átdobni valakinek a pénzt, akkor egyszer, ha nem csináltátok még meg, be kell ütni egy 4-jegyű PIN kódot. Akár a bankkártyáról is, amit ismertek, ezt ne adjátok senkinek oda, mert ha utalunk valakinek pénzt, vagy szeretnénk kiszedni bónuszt, vagy ma-holnap lesz osztalék, akkor ezt a PIN kódot meg lehet adni. Itt ki lehet választani többféleképpen, e-mailen, azt hiszem, hogy itt a másik telegrammal, e-mailen keresztül, Google Code autentifikátorral, itten ki lehet választani, hogy hogyan erősítsük meg a pénzutalást. Itt megvan a 2 lépcsős beazonosítás. Én bekapcsoltam, ez a Google Authentificator, ugye 2FA,
Mindig, mikor bemegyek a webirodába, akkor kéri ezt a mobilon le kell tölteni azt a Google Authenticator applikációt, és mikor be akarok menni az irodába, akkor van egy percem, hogy átírjam azokat a 6 kódot, beírom, és beenged a rendszer. Ha 3-szor eltévednék, akkor lebokolja a webirodát, és akkor kell selfit küldeni a webirodába. Na most az, akinek nincs bónusz pénze, vagy annak szerintem nem szükséges ezt bekapcsolni, de akinek van bónusza, akkor nem rossz, mert ez megvéd hackerektől és meg bárkitől, hogy ne lopják el a pénzüket. Van még egy biztonsági e-mail, hogyha kaptok valamilyen e-mailt, ha ezt bekapcsoljátok, akkor ide be lehet írni, hogy még egy másik e-mailre is minden jöjjön, úgyhogy ez is egy biztonság. A webirodába a jelszó cserét, ez is a biztonságnál van, megnyomjuk ezt a jelszót, akkor megjelenik, hogy a jelszó helyreállítása vonatkozó teendők e-mailben kerültek elküldésre. Megkaptok egy 5 percen belül, én máma próbáltam, 5 perc múlva jött meg egy e-mail, és a e-mailre rákattintva erre a linkre megjelenik a jelszó helyreállítása. Itten beírunk egy új jelszót, ahogy beírjuk az elsőt, megjelenik még egyszer, még egy, hogy újból írjuk be, hogyha véletlen eltévedtünk, megnyomjuk a folytatást, és kicseréltük a jelszókat. Ne tegyetek olyan jelszót, ami a Gmailen van, vagy valahol. Látjuk, hogy kell legalább 8 karakter, legalább egy szám, valamilyen szimbol, vagy dollár, vagy felkiáltójel, vagy kukac, valamilyen, és nagy és kis betűt kell beírni. Úgyhogy egy erős jelszót, mert ma holnap itten komoly vagyonok lesznek, későbbiekben, mikor a részvényünk is, meg itt tudunk lehet, hogy kereskedni, eladni, akkor kérek mindenkit, hogy jó, biztosítsátok le, és hogy ne legyen ebből gond. Oké, menjünk tovább. A Skyway azt tudjuk, hogy már elkezdte a gyártást, elkezdte a sorozatgyártást, kötöttek szerződést a dubai közlekedési minisztériummal, mint Skypod brand névvel, ezt már ott fényképeztük Marina Gorkába, és ezek a járművek már működnek, már Marina Gorkába utaztunk is ezekkel, akkor ilyen kiállításokon be szokták mutatni. A Marina Gorkában tudjuk, hogy fel vannak építve ezek a pályák, a tesztelésre, bemutatásra, csak 2 éven, 2019 és 2018-ban körülbelül 10 000 ember látogatta meg, mi is ott voltunk, ugye már 3-szor, tavaly online volt, Junicki tartott webinárt, mert nem szabadott, nem lehetett utazni se. Az idén még majd megnézik, hogy mikor és hol lesz. Mi sokan szavaztunk, hogy Dubajba legyen, Sharjahba. Bár Marina Gorkában több mindent lehet látni, majd meglátják, hogy hol lehet megszervezni. Itten a Marina Gorkát, az igazán egyszer évente érdemes oda elmenni, ilyen július-augusztusban, akkor kellemes idő van, és minden meg lehet látni, ezt a technológiát, mondom, 4-5 000 ember ott a sétált állandóan, de nem volt tolakodás, volt rengeteg hely, családdal is érdemes elmenni, itt van lehetőség fényképezni a Junickival is, megismerni ilyen embert, ez nem mindennapi lehetőség. A Skyway technológia úgy van kitalálva, hogy olcsó fel lehessen építeni, ne legyen drága a fenntartás, kevés energiát használjon, óriási kapacitás, voltak olyan projekt bemutatók, hogy 1 millió embert is oda-vissza el tud vinni.
a szennyező környezetvédelemre legjobb a minden konkurenciától, a biztonság is, főleg ha megkapjuk most ezeket a certifikátokat, ugye bármilyen másik járművel az emberek utaznak, itt van, most néztem bám a tévén, hogy egy ez a vonat egyszerűen kiugrott a sinekből, ugye, úgyhogy minden történik a világon. Repülők is lepotyognak, úgyhogy a Skyway annak kell lenni legbiztonságosabb. Többféle, most van 12-féle járműt bemutattak, majdnem 10 megvan a certifikátja nekik, most a Unicontot, ugye ezt a 35 tonnást készítették, és erre kérik a certifikátot. Itt meg lehet látni, hogy mik voltak a tervek, és ezek megvalósultak. Már készek ezek a prototípusok, és a sorozatgyártás el van készítve, úgyhogy bármelyik célprojektre, ahogy elindul a projektírozás, építkezés, akkor már legyártják ezeket a járműveket is. Azt kell tudni, hogy egy célprojektre az mindjárt gyártják ezeket a járműveket, és az ára benne van az egész komplett minden. Sok certifikátot kaptak, ez egy TÜV certifikát, amit Németországban minőségi certifikátok, rengeteget levittek, mi Kínába és Japánba, Ausztráliába, Mongóliába, mindenhol. Itt vannak ezek az épületek, ahol ez a gyár, meg a raktárok, sorozatgyártás, a iroda, ez a 50 irodaház, akkor 12.000 négyzetméterén van már irodaház, és ez a Skyway Plaza, amit most nemrég az idén nyitottak ki, ez mind a Skyway tulajdonban van, ami mind emeli az értéket. Ezt mondtuk, hogy a Dubai Közlekedési Minisztériummal írtak alá szerződést, és megbeszéltek. Mi is elmentünk a Slovén partnereinkkel, meglátogattuk, hogy mikor elkezdték az építkezést, na azóta ugye már most már lenne mit fényképezni, most már tudnak utazni is, akik elmennek, azokat már utaztassák. Nagyon szép, ilyen faház is van, már az udvarok is készek. A Dubai az egy világközpont, ahova bárkit nem szégyenkezve meg lehet hívni, hogy bemutassák neki ezt a technológiát, és nagyon jó, hogy van egy ilyen sivatagi bemutató, meg van egy nem szibériai, de Belorussziába is. Júliusban mentünk, és még zöld volt a megy. Nekünk május végén leérik teljesen a megy nálunk. Úgyhogy mind a két világ részén be lehet mutatni ezeket a célprojekteket. Ami nekem nagyon megdöbbentő, az, hogy egy irodából néhány monitoron keresztül számítógépen irányítsák ezeket a projekteket. Azért, mikor valaki összehasonlítsa valamilyen vizuálisan hasonló járművekkel, akkor tudunk csak egy kicsit nevetni, mert ez egy igazán egy különféle egyedülálló technológia, még senki nem is jutott eszükbe, ilyesmit minden járműben, ugye, amit most vannak, azokban vannak sofőrek. Itt meg egy teljesen automatizált, nagyon jó levédett biztonsággal, amit Junicki mondta, hogy blockchain technológiával irányítsák, így nem tudja valaki leállítani, lefékeztetni, más irányba elindítani, ugye? Mert a blockchainban nem tud senki belenyúlni, akármilyen számítógépje van neki, mert nem lehetséges. Úgyhogy szép lesz elmenni, ha minden oké lesz, akkor október-novemberben el tudunk mi is menni, meglátogatni, ugye lesz az Expo világkiállítás, és akkor egy nap kimenni ide,
Sárgyalba, az a Expo-tól olyan 30-40 perc busszal, taxival, és itt is meg lehet majd látni ezeket. Ez egy nagyon jó reklám, hogy 100 tonna egy kilométerre $1 kerül. Ez egy hihetetlen olcsó technológia, szállítás, ugye, teherszállítás, ilyen nincs a világon. Ugye nagyon sok dolog egyedülálló, na itten várjuk, hogy Ausztriában megérkezzenek a sinek, lehet, hogy már megérkeztek, nincs most még új kép, úgyhogy ezt majd most májusban be akarják fejezni. Ha ezt, hogy feltegyék a sinet, ez igazán csak pár nap, utána már rakhassák a járműveket, és már mehet ez a 2,5 kilométer, ez a gyors, ez a nehéz pálya. Ugye azt is tudjuk, hogy már két sejik támogassa, a sárgyai sejik, aki meglátogatta Sárgyát, ott van a minisztérium, a Dubai minisztériumnak a igazgatója, aki sokszor tart ugye bemutatókat is, és itten ez igazán gyönyörű, szép beülni, és nem szégyellik ott Emirátusba is, akár sejkek is utaznak velük. Ezt is várjuk, ezt a Nádezs, de most bejelentette, hogy ez a szerződés, amit most az asztalon van, és nézegetik, úgyhogy nem tudom, hogy alá van-e írva, bár nekem egy nagyon magas pozíción, egy Nádezsda alatt első embere, személyesen azt mondta, hogy most jöttem haza Dubajból, és aláírtunk egy szerződést, azért mentem el. Egy nagy szerződést, de ennyi, többet nem mondott. Most, hogy melyik volt, azt nem tudom, ez egy 1,5-2 hónapja volt, amikor beszélgettünk. A sárgyai kikötő, ami a legnagyobb kikötő Emirátusban, és a Khor Fakkan, ezt a két kikötőt akarják összekötni, 130 kilométer, sivatagon keresztül, hegyeken 30-40 kilométer, és ilyen konténereket, ami ilyen olcsó, mint az előbb láttuk, elviszi a mindenféle tehert. Úgyhogy a hajóból egyik kipakolják, állítólag minden percben egy konténer ki lehet szedni. Én mindig úgy tudtam, hogy 24 óra kell, hogy egy egész hajót kiürítsenek, meg 24 óra, hogy vissza. De ezek szerint lehet, hogy csak pár óra hossza. Ha meg lesznek ezek a kikötők, akkor többet a hajóknak nem kell várni. Ahogy ott bejönnek a kikötőbe, mindjárt mehet a szállítás, ilyen automatizálva, ez egy fantasztikus ötlet a Junickinak, és hogy kitalálta ezt, meg fel tudja építeni, lehet, hogy 2-3 év kell erre, de látjátok, hogy most szilvesztereztünk valamelyik nap, és itt a május közepe, már tervezzük a nyaralást, Adria ki lesz nyitva, hogyha már itt vagyunk a tengernél, nálunk minden nap kevesebb van most, és júniusig már lehet, hogy 5-10 beteg lesz, 90% be lesz ótva, június 15-kor, amikor elindul a szezon, akkor már nyugodtan lehet utazni. Több reportérok, újságírók meglátogatták a Sárgyát, ezt ne ismételjem mindig, már interneten rajta vannak mindezek a képek, láttuk, úgyhogy be van bizonyítva, egy kép többet mutat, mint 1000 szó. A dubai sejk, meg Mohammed bin Rashid, akinek a képje mindenhol ott van Dubajban, mikor leszálltunk a repülőtérre, már ott volt, meg minden épületbe, reklámokba. Na itt van ez a sárgyai igazgató, aki minden videóban, konferenciában megemlíti Skyway-t, mint stratégiai legfontosabb partner a közlekedésben. A október 1-től március 31-ig a Skyway kint lesz a Expon, 2020-as Expon, nem ez megmaradt, és bemutassák, és meghívják a
Sárgyába, kiszámoltam, hogy 182 nap. Nekem hivatalosan megírták a Skywayből, hogy minden nap ott lesznek, mert úgy volt, hogy lehet, hogy csak 30 nap, nem, ameddig tart, első naptól ott lesz. Nagyon szép volna elmenni egy ilyen expóra, egy 2-3 nap, ez egy szuper élmény, mert meglátnánk, mit történt a világban, és legjobb fejlődések, legjobb technológia, mindenben lesz mutatva. Természetesen bennünket a Skyway legjobban érdekel, de ha már ott vagyunk, akkor megnézzük, mik vannak még a világon. Így néz ki majd 1-2 év múlva a dubai utcák este, és ez is, ahogy mondtam múltkor, egy új turizmus, ami vonza az embereket, mert a dubai üzletet kínál, irodákat, meg cégeket regisztrálni, ez az egyik része, nagy tőzsdéket is akar, terve van, és a közlekedés az nagyon fontos, hogy gyors legyen, ottan millió-millió taxi van, aki 10 sávba körülbelül a nagy bevásárló központba, 10 sávba jönnek a taxizók, és akkor beülünk, és visznek bennünket. Ott van talán egy 5-6 ember, aki minden kiáratnál irányítsa az embereket a taxiba, hogy gyorsabb menjen. Na most ők akarják, hogy ez automatizálva legyen, kevesebb taxi legyen, bár mindegyik hibrid volt, Toyota is, meg a Lexusok, az ott 90% olyan taxiuk van. Nem drága a taxi, 10-15 dollárokat fizettünk ilyen 15-20 percesre, el lehet mondani 1 dollár 1 perc, úgyhogy 4-en mentünk, akkor az kis pénz. Megittünk egy ital, dupla volt, mint egy 15 perces taxizó. Vége fele jöttünk, 20 óra 43 perc, és na, a Maslow mondott valamit az osztali fizetés számításáról. Hát ő, igen, tudom, ő mindig azt ott számítsa, hogyha 100 000 részvényünk van, és 1000 dollár osztalékot, hogy kapjunk, akkor 66 milliárd dolláros forgalom kell, hogy legyen egy éve. Ha 33 milliárd lesz, akkor az 500 dollár. Számítsák, amit én hallottam most, nem hivatalosan, hogy a Junicki több mint 20% nettó jövedelemet is ki tud fizetni majd osztalékba. Igaz, hogy ez lehet, hogy jövőre, lehet, hogy 2-3 év múlva. Ugye, ha egyszer megkapjuk az osztalékot, utána mindig ez növekedni kellene neki. De ez a, csak a forgalomtól számít. Kifizetik az adót, mindent, amit kell, és a nyereség, ugye 20% az kimegy a osztalék a befektetőknek, olyan arányban, hogy mennyi részvényünk lesz, és a többi pénzt meg forgassák új célprojektekre, fejlődésre, az mindig kell ilyen, ez nem olyan technológia, hogy most kész, és megyünk csak gyártani. Tudjuk, hogy nagyon gyorsan változik, és láttuk már, hogy a Unibike, ami előbb elindult, azt most már lehet, hogy nem is fogják nagyon gyártani, mert a többi járműk sokkal jobbak, meg jobb eredményeket értek el. Úgyhogy fejlődés mindig lesz. Nekünk csak arra kell vigyázni, hogy ne adjuk el mind a részvényünket, mert később megsajnáljuk. Mi most eladjuk egyért, lehet, hogy 10 dollár lesz, 12, vagy még több is, az akkor igazán kár lenne. Én tudom ezt az érzést, mert a Dogecoin-t eladtam. Megvettem 1 centért 3 évvel ezelőtt, és 2 centért eladtam most, mikor dupla lett, utána meg felment 70 centre. De én voltam az oka. Gondoltam, hogy leesik, és akkor újból megveszem, de csak növekedett. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és jövő hétre megint péntekre készítünk valami új információkat. További szép estét, és mindig szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!